Egy rémálmod most elszállt. Nem kell énekelned, hogy soha sem mond. Azt képzelem, hogy zsíra vagyok, és az is voltam. Ezt remélem. Úgy... Nagyon örülök, hogy engem megmentett a zsűri. Hálás vagyok a kollégák, a versenytársakért. Ők társak, tehát nem ellenfelek vagyunk, ilyen nincs. Mi társak vagyunk, és együtt megyünk. Ups, megint megcsináltad. De most a zsűri juttatott tovább. Milyen érzések kavarognak benned, Britney? Akarom mondani, hogy Barbie. Nagyon érdekes, alapból ez egy játék, szóval ez benne van a pakliban. Mindenki zseniális produkciót hozott ma létre, úgyhogy bárki állt volna, nagyon szomorú lettem volna. A Zsófi miatt nagyon-nagyon szomorú vagyok, de nagyon örülök, hogy engem megmentett a zsűri, és hát maximálisan oda teszem magam jövő héten. Egy rémálmod most elszállt. Nem kell énekelned, hogy soha sem mond. Nem leszel Hernádi Judit ezek szerint. Anyu mindig bennem van, és mindig hálás vagyok azért, hogy ő az édesanyám, és rengeteget tanultam tőle. És egyébként nem lett volna rémálom, az a vicc, tehát nem lett volna rémálom a sohasem mondott énekelni. És az ötleteimben egyébként ott volt, hogy anyámtól hozok egy másik dalt. Melyik lett volna az a másik dal, amit megpendíted? Adjunk ötletet a műsorszerkesztőknek. Stollár Miki. Szerettem volna. Zséda a heti győztes. Milyen érzések kavarognak most benned? Nagyon boldog vagyok. Nem gondoltam, hogy megnyerem, mert azért féltem tőle ezek a fejhangok, meg ez a sok női mozgás folyamat. Próbálom, sosincs az a craft, mint mondjuk az élősóba. Nekem valamit itt megérkezik az élősóba, mindig az az élmény, meg az a tűz, amivel ezt lehet csinálni, amit most megnyertem, hál' Istennek. Próbálkom meg ilyen félig alszok, félig zém, nem teszem oda magam, mert ilyen kicsit ilyen teszatosza vagyok. De azért jól csinálom viszonylag, de hogy azért nem vagy olyan produkció nőként fejhangozni, amit úgy kellek fekszek, hogy biztos lehozom. Tehát, hogy biztos, ne, ez nem az, pont nem az. Amikor lenne egy ilyen rap, amit tudom, hogy már zsigerből valamit rappelek valahonnan, akkor azt mondom, de ezt tényleg ez, ettől picit tartottam, de jó sikerült, hogy az a legjobb érzésségem. A múlt héten nagyon ácsingóztál egy Oops Stronger korszakhoz. Elégedett vagy azért a Baby One More Time-on? Én nagyon élveztem. És hát azért ez egy nagyon nehéz feladat, így táncolni és énekelni egybe. Ezt, azért a Britney ezt így nem mindig csinálta. Én nagyon élveztem, úgyhogy örülök, hogy továbbra is élvezhetem ezt a rendkívül izgalmas játékot. Nagy meglepetés volt, hogy te pattantál ki a műsorból. Benne még rengeteg volt, isteni jó voltál. Mik kavarognak most a James Brown fejedben? Húha! Tényleg egy óriási káosz van. Úgy estem ki, hogy 50 pontot kaptam. És az előző adásban is 50 pontot kaptam, úgyhogy én emelt fővel esek ki. És amire összpontosítok az, hogy nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem az élményekért, hogy annyit tanultam, amennyit szerintem még pár hét alatt nem. Hálás vagyok a kollégák, a versenytársakért, ők társak, tehát nem ellenfelek vagyunk, ilyen nincs, mi társak vagyunk, és együtt megyünk, mentünk, mert én most már ugye úgy vagyok versenytárs, hogy én most már csak a telefont fogom nyomkodni. Barátokat találtam, 6-kor keltem, 5-kor keltem, rengeteget dolgoztam, próbáltam a nappalimba össze, tehát felragasztottam a stúdiót, a kamerákat, a színpadot, úgy gyakoroltam a koreográfiát, és nagyon élveztem, hogy ekkora nyomás van rajtam, élveztem a maszkokat, óriás, gyönyörű maszkokat, jelmezeket kaphattam. Soha nem gondoltuk volna, hogy Zsédát fogsz egyszer ennyire élethűen előadni. Miből jött az inspiráció? Mit gyakoroltál, vagy egyáltalán honnan jött ez? Gyakorlatilag teljesen levetted a hangját. Köszönöm szépen. Hát ez egy érdekes kérdés, mert nagyon-nagyon sokat nem gyakoroltam. Valamiért nekem, talán előbb is azt mondtam, hogy így régen ilyen színészi pályákra akartam evezni, és én vonzottan ez a szereplés, és hogyha valamit előadok, vagy valamilyen bőrbe bújok, az 120%-osan vagy sehogy csinálom. Tehát most már ez történt meg, hogy itt nem tudom, ráállt az agyam megint, hogy azt képzelem, hogy zséda vagyok, és az is voltam, ezt remélem. Úgyhogy nekem nem tudom, rá kell kattintani az agyamat, hogy most én ő vagyok, és akkor nem tudom, valahogy az agyam nem tud onnan kikapcsolni.